Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 19-ére. Én szeretném mutatni ezt a képet, hiszen az pontosan arra utal, ahogy 19-én az energiamező kihat ránk, kihat a hétköznapjainkra. Itt ezeknél a domboknál vagy a hegynél bizonyos témákról van szó. Különböző hely, különböző témák. Te ott vagy középen a csónakon, és szeretnéd minden hegyet, minden dombot megérinteni, hiszen itt is el kell dönteni valamit, ott is rendezni kell a dolgokat, hol itt, hol ott. Itt kapcsolatokról van szó, beszélgetésekről van szó, fontos döntésekről van szó. Az a kívánságod, hogy rendezni tud a dolgokat. Ez megvan benned, ez a kívánság. Megvan ez a mozgás. De nem jó jelenleg, mert ezek a dombok, ezek a hegyek, ezek jelentik azt, hogy itt még problémák vannak. De miért van így? Mert mások nem hallgatnak meg téged. Nem érdekli őket most, hogy milyen irányba tekintesz, hogy szeretnéd a dolgokat tisztázni, mert a mai napon nem tudod ezt tisztázni, hiszen itt, ahogy a képen is látható, ott van a felhő. Valami átláthatatlan. Itt különböző dolgokról lehet szó. Az anyagiakról, a munkáról, a családi kapcsolatokról, barátságokról, vagy a párkapcsolatról. Légy most türelmes, légy most kitartó. November 22-től egészen másképp hat ránk ez a helyzet, és 22-től kezdve akkor rendezni tudod a dolgokat. Mások meghallgatnak téged, lesz egy kellemes beszélgetés, rendezni tudod ezt a helyzetet. Itt nem csak kapcsolatokról, beszélgetésekről lehet szó, hanem bizonyos szerződésekről is. Ha ezt most aláírod, akkor ott is megjelenik ez a felhő, ami arra utal, hogy ennél a szerződésnél valami átláthatatlan, és ez kiválthatja azt, hogy a későbbiekben akkor itt problémák lesznek, amit át kell nézni, át kell majd vizsgálni. Ami a mai napot illeti, és a következő napokat is, november 22-ig, légy inkább visszahúzódó, gondolkodj el azon, mit kellene rendezni, hogyan és mikor. Azon kívül várj még a szerződésekkel, inkább úgy 22-től kezdve írd ezt alá, akkor minden rendben lesz, és jóra fordul a helyzet. Hiszen akkor tisztázódik valami, tisztán látod a dolgokat. És akkor lesznek a helyes döntések. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Van három energiai mező. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 19-ére, az indiai asztrológia szerint Szaturnusz bolygóig, akkor a tűz elemében és a levegő elemében nincs bolygó. Hiányzik a bátorság, hiányzik a könnyűség, hiányzik a mozgás.
Ugyanúgy, ahogy a képen is látható, most nem könnyű bizonyos dolgokat tisztázni. A Föld elemében van egy visszafele haladó Mars bolygó, ez gyakran a férfiakra utal, azt is jelentheti, hogy ők visszahúzódóak, visszatekintenek a múltba. Itt a Föld elemében van Szaturnusz bolygó, jelenleg jelenti a korlátozásokat, de Szaturnusz bolygó majd segíteni fog abban, hogy tényleg kialakuljon valami, de jelenleg fontos a türelem és a kitartás. A Föld elemében van a Hold, kihat az érzelmekre, kell most a biztonság érzete. De nem szabad elsietni a dolgokat. A víz eleme jelenti az érzelmeket. A víz elemében van Merkur bolygó, Vénusz bolygó, egy visszafele haladó Jupiter bolygó és a Nap. Ez jelenti a kommunikációt, jelenti a párkapcsolatot, de várj inkább 22-éig, mert akkor tudsz igazán érzelmekről beszélni, mert akkor lesz a párod nyitott arra, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljétek. És akkor vannak meg a lehetőségek. Akkor is, ha szeretnél jelenleg tisztázni valamit, légy inkább visszahúzódó. A Föld eleme és a víz eleme az a kafadósához tartozik, és ez jelenti a biztonság érzetét, vagy azt, hogy meg lehet valamit alapozni. Amit még jelent ez a kafadósa, légy most még egy kicsit türelmes. A víz eleme nem csak a kafadósához, hanem a pitadósához is tartozik, ami jelenti a változásokat, és a víz eleme kihat az érzelmekre. És az azt jelenti, hogy változik valami, ami az érzelmeinkre kihat. Ez a hatás kívülről jön, és most a napokban arra kell odafigyelni, hogy figyeljük az eseményeket, ki hogyan közeledik hozzánk. És ami bennünket illet, legyünk türelmesek, legyünk nyugodtak, inkább olyan visszahúzódóak. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!